Közelmúltban megkeresett bennünket Veres János, nyugdíjas műszaki tanár, hogy egy kísérletét rögzítsük profi videóeszközökkel, és egy nagyon érdekes kísérletet láttunk mi is, egy fénycsövet fogott, ami nem volt bedugva sehova, és az világított. Vendégünk a stúdióban Veres János, régi ismertségünk okán tegeződünk. János, te műszaki ember vagy, tanítottál is. Mikor kezdtél foglalkozni az elektromosságnak ez a szélső területeivel, ami nincs nagyon a köztudatban? Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát egy nagyon érdekes túrát, kirándulást szeretnék ajánlani a nézőknek, ugyanis amikor nyugdíjba vonultam és rájöttem, hogy nagyon sok aktív időszakomban, nagyon sok olyan dolog mellett el kellett, hogy menjek, mert nem volt időm rá, hogy foglalkozzak vele. A nyugdíjas időmben elővettem például Thomas Henry Morainak az Energia tenger, amiben a Föld forog című könyvét, és elolvastam. Ugyanígy elővettem a régmúlt időből talán mindenki által ismert embernek, Teslának a műveit, és megnéztem, hogy mit dolgozott Tesla, miért volt olyan különleges, hogy mai napig is csodájára járnak, és vannak olyan kísérletei, amit soha senki nem tudott megismételni, tehát ő egyedül ezt a kísérletet egyedül tudta produkálni. Ha szabad ezt a példát elmondani, volt egy olyan kísérlete, hogy két fémlapot lerakott a földre, az egyik fémlapnak a sarkát megérintette az ujjával, és mind a két fémlap vakító fehér fénnyel világított. Például ezt soha senki nem tudta produkálni és újra végezni ezt a kísérletet. Tehát amikor nyugdíjas lettem, tulajdonképpen elkezdtem ezekkel a határterületekkel foglalkozni, ahogyan említetted, hogy igen, ez az elektronikának különleges területe, amivel a tudósok nem szívesen foglalkoznak, mert ugye egy tudós, ha valamit nem tud megmagyarázni, akkor távol tartja magát attól a témától. És így került sor arra, hogy elkezdtem vizsgálni azokat az energiakonvertereket, ami dokumentált, hiteles, leírt. Szakember érte, hogy mi az energiakonverter, igen, de én hát, sem tudom, mi az. Igen, szóval ezek az energiakonverterek, amik az elmúlt időkben létrejöttek és léteztek, hivatalos jegyzőkönyvekkel dokumentáltan léteztek, ezek a térből, a térenergiából csinálnak villamos energiát. Magyarul nem kell üzemanyag hozzá, a tér az mindenhol ott van, a levegő, a gázok ott vannak, ezekbe elektromosság, irtózatos mennyiségű elektromosság van. Tudjuk, ha fésülködünk, pattog a fésű, szikrázik a hajunk között, ha pulóvert lehúzzuk magunkról, akkor szikrázik, ha autóból kiszállunk, áramütést kapunk. Tehát tulajdonképpen úgy, ahogy Morai írta, egy energiatengerbe élünk. Ez az energiatenger a mai napig is kihasználatlan. Tulajdonképpen a napelem az, ami bizonyítja ennek az energiatengernek a létezését és használhatóságát, mert ki gondolta volna 100 évvel ezelőtt, hogy majd lesz olyan tábla, amit a nap felé fordítunk és elektromos áramot ad, ami a napelem ugye. Napelemhez sem kell üzemanyag. Sokan azt mondják, hogy persze, hát energia megmaradás törvénye, hát nem lehet a semmiből energiát csinálni, de hogy nem a napelem a semmiből, a fényből csinál energiát. Az energiakonvertereknek az a fajtája, ami a térenergiából készít energiát, az éjjel-nappal működik, nem úgy, mint a napelem, hogy csak a napsütésbe, hanem ez éjszaka is, mert a tér, az elektromosság éjszaka is, a sötétben is ugyanúgy megvan, mint nappal. Mióta ismerik ezeket a konvertereket, hiszen Európában az elektromosságot a 18. századtól kezdve igen. ismerik? Hát az apropó az ugye, amiért itt ülök, hogy valójában sikerült azt bebizonyítani, számomra, önmagamnak legalábbis igen, hogy aztán a tudósok ehhez mit szólnak, azt nem tudom, hogy sok ezer évvel ezelőtt az egyiptomi kultúrába már elektromosságot használtak. Világítást használtak, gépeket használtak, a nagyon kemény kőzet megmunkálásokba, mai napig is kétséget kizáróan bizonyítható, tudható, hogy forgógépeket használtak. Például a
kemény kőzetek megmunkálásához. Na és itt jött képbe tulajdonképpen Tesla után, mert ugye Tesla egy, mindenki hallotta a nevét a Teslának, ha más nem a mai autókról, ugye, hogy van ilyen. Nikolaj Tesla, egy szerb tudós. És egy szerb tudós volt, és Magyarországon dolgozott 2,5 évig. A Puskás testvéreknél volt telefonközpontban szerelő, és innen vándorolt ki Amerikába, és világhirdetett szert, mert olyan dolgokat művelt az elektromossággal, ami elképesztő. Ő csinálta az első energiakonvertert, ami a térből energiát készített. Ez az energiakonverter úgy működött, hogy az autó csomagtartójába beszerelte, kidobta belőle a pöfögő benzin motort, egy PS Arrow luxus autója volt, mert megtehette, mert gazdaggá tette a rengeteg kísérlet és a tudomány, és egy elektromotort szereltetett be a pöfögő autóhoz, és Buffalo-ba az utcán, amikor Tesla közlekedett az autóval, akkor annyiba különbözött az ő autója, hogy némán és csendbe ment, és két hatalmas nagy antenna himbálózott az autó tetején, és nem kellett üzemanyag bele. Egyszer beszállt egy újságíró hozzá az autóba, és mondta, hogy mutassa meg neki, milyen messzire tud elmenni ezzel a energiával, ami a térből jön. Hát 50 kilométer után azt mondta, hogy most már forduljanak vissza, mert most már elhiszi, hogy ilyen jól működik ez az energiakonverter. Ez egy fadoboz volt, elektroncsövekből készítette Tesla, a csomagtartóba volt elhelyezve, és egy gombnyomásra indult a Tesla autó. No. Tehát valahol itt kezdődik az energiakonvertereknek a modernkori tudománya. De honnan lehet bizonyítani, hogy ezeket a konvertereket már ismerték az egyiptomiak? Igen, hát egy nagyon érdekes dolog, talán az első kép az a Denderai templom lenne, amit megmutatnék. Hathor istennőnek szentelték ezt a templomot, és már az egyiptomiak átépítették az Egyiptom fénykorába ezt a templomot többször is, de meghagyták az alaksorba, a régi pincerészbe azokat a véseteket, amik domborművön bemutatják az elektromosságot. Ezt a templomot Hathor istennőnek szentelték. Hathor istennő tulajdonképpen egy különleges istennő volt. Tehénfülei voltak. Tehénfülei voltak, így van, tehénfülű istennőnek is hívták. Azért, mert a történet szerint is ugye az egyiptomiak nagyon szépen dokumentálták történetekbe a dolgokat, a történéseket. Ez a tehénfülű istennő az égből a földre szállt, és elhozta az emberiségnek a fényt. Így írják le az egyiptomi, óegyiptomi történetek. Tehát valójában egy idegen civilizáció beavatkozásának tekinthetjük azt, hogy megismerkedett Egyiptom az elektromossággal. Feltételezhetően valamilyen idegen lények, akik annyiban különböztek, hogy tehénfüle volt, az emberi fültől egy kicsit csúnyában kiálló füllel rendelkezett ez a tehénfülű istennő. És ennek az istennőnek a templomába, az altemplomba, az óegyiptomi, tehát a régi maradványokat is hozzáférhetővé tették az egyiptomiak. Egy kutyaholszerű kis nyíláson lehet bebújni, én nem jártam ott, de aki ott járt, azt mondja, hogy rettenetes megközelíteni. Pince részben van, vagy 10 helység, abból nem lehet csak egyet látogatni, de az az egy helység tele van olyan képekkel, ami előtt a tudomány felfogó képessége megállt. Egyszerűen nem lehet megmagyarázni, hogy mit véstek olyan részletesen kőbe annak idején, 5000 évvel ezelőtt az egyiptomiak. A kép a denderai szülést ábrázolja, tulajdonképpen így fogalmaznak a tudósok. Ez a óriási nagy búra, amit látni lehet, ezt azt mondták a tudósok, mivel még annak idején nem is ismerték az elektromosságot a modern korba, hogy ez egy óriási nagy lótuszvirág, ami éppen egy új fáraót szül, és ebben a lótuszvirágban a bibe az egy kígyó alak. Egy ember fogja ezt a szerkezetet, és a feliratból következtettek arra, hogy ez a teremtés kép tulajdonképpen egy új fáraónak a születése. És ha a képet megnézzük, akkor a képen a óriási nagy búra alatt valóban ül egy szülőnő,
Egyiptomban úgy, ugye ezeknek is utána kellett járnom, úgy szültek a nők, hogy guggoló, támaszkodó, hátratámaszkodó pózba szülték a gyereket, és a felirata az a képnek, hogy lótuszvirág éppen az a következő fáraónak ad életet. Teljesen félremagyarázták a tudósok, azt mondták, ez az óriási nagy búra a lótuszvirág, hiszen még vezeték is van hozzá, az a indája, levelek nincsenek, de inda van. És ugye, ha én másképp nézem villamos szakember szemével ezt a képet, akkor azt mondom, hogy az a hatalmas nagy búra egy világítás, lótuszvirágnak hívták esetleg azt a nőt, aki éppen szült, és éppen a következő fáraónak adott életet, és mögötte ott vannak a segítők. Ezt a szülési jelenetet én többször láttam más ábrázolásokon, rajzokon is. Mindig van két segítő, akik egyéb módon, még egy olyan kép is volt, ahol megfogják a kezét a nőnek, hogy ne kapálózzon. Tehát a segítők, a bábáskodók segítették a szülést. És akkor amit eddig annak véltek, tehát az a búra, amit lehet látni ott a képen. Az egy gáztöltésű cső. Az egy gáztöltésű cső. Tehát és az adta a fényt. Az adta a fényt. Így van. Tehát valójában a képen azt lehet látni, hogy van egy érdekes szerkezet, amit nagyon sokan úgy apostrofálnak villamos szakemberek, hogy az egy nagyfeszültségű szigetelő. Erre a nagyfeszültségű szigetelőre rá van téve a búra, és mögötte a háttérben ott történik a szülés. Tehát valójában látszik maga az elektromos felépítés. Ez a nagy búra, ha ez egy gáztörtésű cső, akkor ez világított. Alatta pedig nem szigetelő az, ami szigetelőnek mondott dolog, hanem az egy energiakonverter volt 5300 évvel ezelőtt. És ez az energiakonverter nagy feszültségű, nagy frekvenciás jelet generált, ettől a cső világított, és az az ember, aki fogta, az ugye világítási szakember volt abban a korban. Tehát mondhatjuk így. Sokan megkérdezik, hogy jó, de honnan volt akkor ilyen nagy búra? Hát volt, az üveget már ismerték az egyiptomiak. És a gáz? És a gáz honnan volt? Hát feltehetően valaki megtanította őket ugye erre. És mitől működött ez az energiakonverter, amit dzsedoszlopnak hívnak egyébként a egyiptológiában? Rengetegféle dzsedoszlop létezik, és a dzsedoszlopra tették rá a búrát, hogy világítson. Egy alkalmas másik adásban megmutatom majd, hogy hogyan világít minden vezeték nélkül egy ilyen nagy frekvenciás szerkezet, de ahogy a bevezetőben mondtad, a fénycső is azért igen. Hoztam, ugye, mert longitudinális hullám terjedés van benne, és azt vettük föl, mert semmivel nem tudtam csak ilyen professzionális kamerával felvenni. Tehát valójában minden vezeték nélkül képes világítani egy gáz, gerjesztett gáz egy búrán belül, ha az légmentesen le van zárva, egyszerűen nagy feszültségű, nagy frekvenciás jelre kell oda rakni, és ez volt az a dzsedoszlop. Ilyen dzsedoszlop rengeteg létezik, kisebb, nagyobb méretbe, tehát kőbevésve, számtalan megjelenési formája volt, és a dzsedoszlop idővel annyira elveszítette magát a jellegét, tehát az 5000 év, ami eltelt az első dzsedoszlop világító eszközök óta, elveszett a tudás, és a végén már az egyiptomi kultúrában egy nádköteggel helyettesítették, azzal volt az éves rendszeres ünnepe a dzsedoszlopnak, hogy egy nádköteget vittek. Tehát valójában a tudás elveszett egy idő után, a energiakonverteres tudás. Hathor istennőről is az a történet vége, szó szerint így írják, hogy megöregedvén visszatért övéhez az égbe, és itt hagyta az embereknek a technikai eszközöket. De hát ezek az a technikai eszközök ugye felfoghatatlanok voltak egy egyiptomi hétköznapi ember számára. Nem is terjedt el általánosan a világítás, azt mondták, a világítás csak a fáraónak jár, senki másnak. A fény. És a fény annyira kihasználta a fáraó, hogy a fejdíszébe például világító színek jelentek meg, és a leírások szerint, amikor nagyon mérges volt a fáraó, akkor világítani kezdett a fejdíszébe valami, és abból tudták, hogy a környezetében, hogy most már mérges a fáraó. Tehát valamilyen jelzést, fényjelzést is adott. Mondhatnám azt, de is, hogy... ezekről az eszközökről, tehát maguk az eszközök nem maradtak meg, csak a tárgy... Tehát a... Csak a kőbevésett. Tehát a kőbevésett dolog. Mondhatnám azt is, hogy talán
talán azért vésték kőbe, hogy a jövő generációknak évezredek múltán is megmaradjanak ezek a dolgok, hiszen Egyiptomban mindent kőbe véstek, nem véletlenül, feltehetően nem véletlenül, hanem üzenetként a jövőnek, és ugye nagyon sok évszázadnak kellett eltelni, mire felfedeztük Galvani doktor lévén, és volt a jó voltából az 1750-es évek körül a feszültséget, ugye, az elektromosságot, pedig a természetben ott van az elektromosság, hiszen van zsibbasztórája, a görögök használtak már ilyet, hogy zsibbasztórája, egy lavorba betettek ilyen elektromos ráját, és áramütésekkel gyógyították a lábfájásukat. De van angolna, ami elektromos angolna, van harcsa, ami elektromos harcsa. Akkora áramütésekre képesek ezek az elektromos állatok, hogy a krokodilt agyonüti például az áram. Ugye, tehát valójában a természetből kellett, hogy ismerjék, vagy rá kellett, hogy jöjjenek az elektromosságra. És hát ez valami elképzelhető, hiszen az egész egyiptomi kultúra, ha belegondolunk, azt mondja a tudomány, hogy a semmiből csak úgy lett. 5300 évvel ezelőtt egy nagyon fejlett civilizáció alakult ki. Miből? Honnan? Nem volt előzménye. Tehát egy társadalmi fejlődésnek évszázadokon keresztül előzményének kellett volna, hogy legyen. Ugye a legelső fáraó, akit említenek a történelemben, az a Skorpió fáraó volt. Már a Skorpió fáraó idejéből, tehát 5300 évvel ezelőtt olyan kőmegmunkálási dolgokat látunk, amit képtelenség a gránitot, a dioritot képtelenség megmunkálni vésővel, kézi kalapáccsal. Egy történetet hadd mondjak el, hogy a tudósok mennyire próbálták bizonyítani azt, hogy nem létezhetett elektromosság, nem létezhetett ilyen gép, olyan gép. Egyszer felfogadott az egyik tudós 20 embert, adott nekik ekkora köveket, ilyen cipónyi köveket, és azt mondta, hogy a hatalmas nagy obeliszkeket, a 20-30 méteres obeliszkeket úgy vésték ki, hogy kővel ütötték az oldalát, és azzal csiszolták. Hát 2 hónapig egy csomó ember ütötte az egyik sziklát, minden kő eltört, a legkeményebb követ adták a kezükbe, és semmire se jutottak. Tehát nem lehet kővel ütögetve egy másik követ olyan gyönyörű, szép obeliszkeket gyártani, mint ahogyan. És ugye az obeliszkek oldalán ilyen marási nyomok látszanak, mintha egy gépet lefelé nyomtak volna, tehát ha valaki utána jár a félbehagyott obeliszkek képét megnézi az egyiptomi kultúrába, akkor látszik, hogy gépekkel dolgozták kifelé, alá dolgoztak. A nagy kérdés, hogy emelték föl azokat az óriási monumentális köveket. Valamilyen technikájuk biztosan volt. Tehát végül is az egyiptomi elektromosságra nem csak ez az első kép, amit mutattam, hogy a Denderei templomban látható, hanem sok minden más is utal. És a fáraó környezetében nem csak világításra használták az elektromosságot, hanem egyéb leírások is vannak. Volt egy olyan eszköze a fáraónak, és aki lát egyiptomi képeket, mindig úgy látja a fáraót, hogy egy vas nevű eszközt fog a kezébe. Nem azért, mert vasból van, tehát csak a neve vas ennek az eszköznek. A vége egy kampós dolog. Az volt a feladata, és ezt pontosan leírták, mert ugye kétféle írást is használtak az egyiptomiak, a folyóírást és a hieroglifírást. Azt is leírták, hogy a fáraónak ezt a vas nevezetű eszközt mindig a levegőbe kellett tartani, a kettős ága nem érhetett le a földre. És ezzel a vassal ő bármikor bárkit le tudott teríteni. Élő embert, állatot, mindent. Tehát azt mondom, hogy akkor ez egy ilyen sokkoló volt, mint ma is használnak, a rendőrség is használ ilyen sokkolót, amikor már tehetetlen valakivel szembe. A fáraó ezt a sokkolót arra használta, hogy bizonyította, hogy az istenektől kapott energiáját, erejét ő bármikor érvényesítheti. Oda nyomta valaki ezt a vas nevezőtű sokkolót, az elterült abba a pillanatban, és a fáraóra úgy néztek, mint egy istentől kapott hatalommal rendelkező egyénre. Tehát ő sérthetetlen volt, mert ilyen eszközei voltak. Ezt a vas nevezetű eszközt
fel kellett időnként tölteni. Ez feltételezem egy olyan dolog volt, hogy a rútban voltak kondenzátorok, azok feltöltődtek nagy feszültségre, és ha valaki az oda nyomta, vagy a földre letette, akkor kimerült, ugye, és akkor újra kellett tölteni. Minden alkalommal a jedoszlopra akasztott állapotban lehet látni, hogyha a kettőt együtt ábrázolják, tehát valószínűleg úgy töltődött fel, hogy fel kellett akasztani a jedoszlop oldalára, és akkor a nagy frekvencia feltöltötte ezt a vast. A harmadik ilyen eszköz, ami együtt ábrázolják mindig ezt a három eszközt az egyiptomiak, az pedig az Ankh kereszt. Az mindig a fáraó kezébe volt, az egy kis szerkezet volt, aminek a felső fogantyú részét fogni tudta. Mindig úgy ábrázolták, hogy ezt az Ankh keresztet bedugták a jedoszlop tetejére, és arra tették az illesztő búrát, ami világított. Tehát a jedoszlop valójában feltehetően egy nagy frekvenciás, nagy feszültségű térgenerátor volt, ami a térből, semmiből vette az energiát, és az is egy érdekes ennek a működésébe, tehát mint elektromos szakember közelítem ezt a dolgot mindig, hogy ha a jedoszlopot elmozdították a Földről, mert volt olyan nagy kétméteres változatban is, és tenyérbe elférő változat, mindenféle méretbe készítettek ilyen jedoszlopot, ha elmozdították a Földről, akkor mindig egy szolga fogta az alját, egy kis törpe alak mindig fogja, vagy kettő az alját, ha a fáraó elmozdította és valakinek odaadta. Azért, mert állandóan le kellett földelni ahhoz, hogy ne kapjon áramütést, vagy ne szakadjon meg a földelés, és ne álljon meg a működés ennek a jedoszlopnak. A térenergiát tulajdonképpen a Föld az egyik pólus, és a tér a másik pólus, így működnek ezek a térenergia konverterek. Te építettél ilyet? Igen, természetesen én is megpróbáltam. Van róla képem, hát a magam kis egyszerű szerkezete, néhány, öt alkatrészből már működik. Igaz, hogy még kell táplálni elektromossággal az én jedoszlopomat, de maga az elv tökéletesen működik, tehát van egy képem róla, majd ezt meg lehet nézni, hogy ilyen hallatlanul kis energiával táplált jedoszlop is képes azonnal kigyújtani egy fénycsövet, világít a tetején a fénycső. Nagy frekvenciás, nagy feszültségű generálás történik tulajdonképpen. És itt visszatérnék Teslára, hogy Tesla autót vezetett, ugye autót hajtott ezzel a térenergiával. Egy másik emberre is szenteljünk egy pár percet, Thomas Henry Morainak hívták. Magyarul is megjelent könyve, interneten is fenn van, megtalálható, Energiatenger, amiben a Föld lebeg című művére gondolok. Ő is csinált ilyen konvertert, ő antennát és földelést használt először, és a végén odáig fejlesztette már a készülékét, hogy egy bőröndbe beszerelte az egészet, és a bőrönd oldalára két lemezt rakott, és rászegecselte, és az volt a tér felé csatoló kapacitás. Tehát valójában a ősi egyiptomi jedoszlop, az tulajdonképpen négy kondenzátorlemez, és még az egyiptomiak voltak olyan rendesek, hogy a tekercset is ábrázolták alatta, mindig a kondenzátorlemezek alatt ott van a tekercs ábrázolás is, és ez egy energiakonverter volt. Hát, mit gondolsz mégis, miért számít ez határtudománynak, határterületnek, tehát már a tudomány és a misztikum határmesdjéjén mozgunk, amikor ilyeneket állít egy úgymond egy racionális mérnök ember. És azt gondolná az ember, hogy ez már valami misztikus dolog. Azért misztikus, mert sem Teslának, sem az egyiptomiaknak, sem a Thomas Henry Morainak a energiakonverterét eddig soha senki nem tudta megépíteni. Tehát például Thomas Henry Morai rengeteg bemutatót rendezett, ezer számra. 1919-ben mutatta be az első készülékét, és 74-ben halt meg, 1974-ben. Senkinek nem árult el a működési mechanizmust. A szabadalmi hivatal nem fogadta el szabadalomnak, tehát ezek ilyen abszurd dolgok. Amikor a bürokrácia, a hivatal ráül valamire, akkor azt mondja, hogy azért nem adta meg a szabadalmat, mert
nem nevezte meg a forrást, hogy honnan jön az energia. Hát ő se tudta, a térből azt mondta. Hát olyan energia meg nincs, tehát nem kapta meg a szabadalmi oltalmat a szabadalma. Tehát mondva csinált ürüggyel kizárta a tudomány tulajdonképpen. És a bemutatókon egyetlen egy alkatrészt vett ki a konverteréből, 3,5 kW villamos energiát tudott produkálni. Ezt úgy csinálta, hogy háromszor vagy 5x7 százas égőt felrakott, tehát 3,5 kW villamos energiát felrakott egy táblára, és égtek a égők. Vannak ilyen képek az interneten fönn, morai képek. Engedte lefényképezni is. Tudós emberek, egyetemi professzorok ott voltak a bemutatón. Minden lehetséges dolgot kiszedtek a dobozából. Egy fadobozzal jött elő a hóna alatt, egy fadobozzal letette az asztalra, hozzácsatolta a 3,5 kW százas égőt, villamos vasalót, motorokat, egyéb dolgokat a bemutatókon, és tökéletesen működött az energiakonverter. Most azok az egyetemi professzorok, akik ott voltak látogatóban nála, mikor hazamentek az egyetemre, írtak az egyetem vezetésnek egy jelentést arról, hogy mit láttak Morai laboratóriumában. És azt mondták, hogy minden igaz, amit a feltaláló állított, ebből a kis fadobozból ömlik a villamos energia, 3,5 kW-ot vételeztünk, de hogy honnan, miből, ezt el nem lehet képzelni. Ugyanis a dobozban csak kondenzátorok, tekercsek voltak. És a kicsatlakozó vezetékek, amik a vasalót melegítették és a lámpákat világították. Antenna és földelés, tehát más nem kellett hozzá. És még azt is megkérték egyik alkalommal Moraitól, hogy engedje már meg, hogy kifúrják a doboz oldalát. Ez egy ugye 2 centis fadoboz, 2 centis oldalvastagságú fadoboz volt. Több helyen átfúrták a fadobozt, hogy nincs rejtett akkumulátor benne, amitől világítanak az égők. És erre azt írta a jelentésébe a professzor, hogy még ha lettek volna és találtunk volna is a fúrás után akkumulátorokat, akkor is különlegesen erős akkumulátorok lettek volna, hiszen egy óráig világítottak a százas égőkből 35 darab. De végül is az elektromos áramot most nem a térből nyerjük, hanem hát szénhidrogénok eltüzeléséből, atomenergiából, tehát teljesen más utakon indult el az emberiség az elektromosság termelésében. Igen, igen. Hát ez az út az, ami zsákutca, mert ugye ennek az útnak sajnos látni a végét. Ugyanis el fognak fogyni a szénhidrogén készletek, ugye a szenek, egyéb tüzelőanyagaink, a foszilis tüzelőanyagoknak belátható vége van, hogy meddig tart ki. Tehát szükségünk van új energiaforrásokra. Nagyon kényelmes volt, mert hegyekből lezúduló vízre tettek egy kereket, és vízi erőművet csináltak belőle. Nagyon kényelmes volt, mert ott volt a mérhetetlen mennyiségű szén, olaj, gáz, ugye lehetett generátorokat hajtani. De ennek előbb-utóbb vége. Tehát keresnünk kell olyan alternatív energiaforrásokat, mint például a térenergia, hiszen a térenergia az kimeríthetetlen energiaforrás. Volt egy olyan kísérletem éppen, amikor a longitudinális hullámokat vettük föl, hogy milyen tér az, amit használ egy ilyen, az én csövem körülbelül 10 wattos fénycső. Az tökéletesen világít. És nem használ csak egy 30 centis kört, gömbszerű részt maga körül, tehát 30 centi távolságig látom, hogy a tér rezeg. Ez azt jelenti, hogy onnan 10 wattot ki lehet venni. Nyilván, ha sok ilyen erőművet gyártanának, vagy készítenének, akkor többet is ki lehetne. Tehát visszatérve a tudományra, a tudomány, én meggyőződésem, és ezt tapasztalom, hogy ezeket az új dolgokat majd csak akkor fogja elfogadni, hogyha egy paradigmaváltás bekövetkezik a tudományba, amikor el kell dobnunk azokat a dolgokat, amiket most kőbe vésve öröknek gondolunk, mert hiszen visszatérve Teslára, Tesla a longitudinális hullámoknak megmérte a sebességét, nem volt egy buta ember Tesla, ő nagyon is jól tudta, hogy mit csinál és mit mér. 27-szer gyorsabban terjednek a longitudinális hullámok, mint a fény.
De hát a fénysebességnél, ezt nem szabad kimondani. Fénysebességnél nagyobb sebesség nincsen. Einstein ugye? Óta. Einstein óta. De Tesla kimerte mondani, hogy 27-szer gyorsabban mennek a longitudinális hullámok. Tehát valójában majd, ha ezek a bástyák ledőlnek, és új területeket nyitnak meg a tudományba. Tehát én most azt látom, hogy a mai tudósok, hogy ne kerüljenek kellemetlen helyzetbe, ugye befogják a fülüket, a szemüket és a szájukat. Tehát ez az általános jellemző. Isten ments, hogy egy tudós ember kapaszkodik a bársony székébe, és véletlenül is azt mondaná, hogy na nézzük meg azt a dolgot, hát ha mégis van a fénynél nagyobb sebesség. Ugye ezt nem teheti meg. Egzisztenciálisan lejáratja magát, attól fél, kinevetik, attól fél, nevetségessé válik, attól fél. Tehát ez az örökös rettegés és a bársonyszékbe kapaszkodás, ez gátat szavaz olyan újdonságoknak. Tehát valójában a ősi egyiptomi elektromosságot, ugye már mikor felfedezték a 1700-as években az elektromosságot, a modern emberiség modern tudományként fogadta, már azt megelőzően sokkal, de sokkal régebben is voltak ilyen elektromos szerkezetek. És hát erre hoztam egy pár olyan képet, ami bizonyítja azt, hogy visszatérve Egyiptomhoz, hogy Egyiptomban mennyire biztos, hogy elektromosságot használtak. Van olyan képem, ahol a elektromos égőket egymás mellé vésték a sziklába. És nem lehet rámondani, hogy lótuszvirág, mert menetes része is van az elektromos égőnek. Tehát még csak inda se, vezeték sem megy hozzá. Hát ugye a nagy kérdés az, hogy most megkérdezhetnéd ugye, hogy honnan volt vezetékük, honnan volt, igen. Ez honnan volt, az honnan volt, az honnan. Valószínűleg egy idegen civilizáció beavatkozása alapján hozzájutottak ehhez a tudományhoz. De a fáraó ezt annyira megtartotta saját magának, hogy ezt nem adta ki a kezéből ezt a hatalmat. Ez egy hatalom volt, ez egy tudás. És idővel szépen el is veszett ez a tudás, és ahogy a bevezetőben mondtam, ugye a végén már egy nádköteget hordoztak dzsadoszlopként a éves rendes felvonulásokon az egyiptomiak. Viszont azon kívül, hogy égőket ábrázoltak, azon kívül olyan megmunkálási hibákkal is találkozik az ember, ha nyitott szemmel jár az egyiptomi kultúrába, bár én nem voltam még Egyiptomban, tehát nem jutottam el oda, én az internetet használom tudás tárházának, mert ott mindenféle fényképekkel ugye hitelesen találkozok az egyiptomi kultúrából, és van olyan asztallap például, ilyen óriási nagy gránitlap, amin látszik a fűrészgépnek a nyoma, hogy rovátkákat vágott bele, valamilyen oknál fogva meghibásodott a fűrészgép. Most rézvésővel és fakalapáccsal nem lehetett nyilegyenes, egymással párhuzamos rovátkákat vésni véletlenül a sima asztallapba. Tehát egy ilyen megmunkálási hiba már azt gyanítom, ugye, hogy ez egy bizonyíték arra, hogy igenis itt gépet használtak. De egy másik képünk az a piramisok kövei között találtak olyat, amin párhuzamos bevágások vannak, 5 mm-es bevágások, mintha flexel belevágtak volna. Véletlenül nem vésett 5 cm mély, 5 mm széles vágási nyomokat rézvésővel egy egyiptomi munkás. Tehát ezt valamilyen géppel belevágták. De azt mondták, hogy jó lesz a piramis kövei közé, betették a piramis kövei közé ezt a 3-4 vágást mutató sziklát. Aztán van egy másik nagyon érdekes és nagyon fontos bizonyíték. Egy gránitba szögletes nyílást akartak mélyíteni, és valami forgó homlokmaró géppel belenyomtak egymás alatt több helyen is ilyen marógépet, és a szögletes résnek a kialakítását forgógéppel megpróbálták elvégezni. És aztán valamiért nem kellett ez a gránit mégsem, vagy ez a rés oda, és abba hagyták. Na, ezek azok a nagy bizonyítékok, amik azt bizonyítják, hogy igenis forgógépet használtak. Egy körülbelül 2,5 centi átmérő forgó
gép homlok részén maró forgógéppel belenyomnak a gránitba egymás alatt 12 ilyen kis mélyítést, ezt évezredek múlva is látszik, ha ezt félbehagyják. Tehát ez egy félbehagyott munka, és ezek az árulkodó nyomok, hogy forgógépet használtak, akkor motoruk is volt, ugye? Akkor motort is használtak az elektromosság mellett. Mennyi volt? Lehet, hogy egy, vagy kettő, vagy öt, de volt. Azt gondolom, hogy erről a témáról te még nagyon sokat tudnál beszélni. Köszönöm, hogy eljöttél, és szeretném, hogyha legközelebb is eljönnél, és akkor meg tudnám mutatni tényleg egy ilyen szerkezetet itt a nézőknek, hogyha elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, a mai meghívást is, és nagyon szívesen rendelkezésre állok, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez érdekes téma lehet a nézőknek, és akkor ezzel a figyelmüket le tudjuk kötni egy kis időre, és egy kicsit egyiptomi kalandozásba el tudom hívni a kedves nézőket. És bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon sokan ismernek a településen, engem megkereshetnek, de van két weboldalam, ahol közvetlen kapcsolatot is kezdeményezhetnek. Az egyik weboldal optokapcsoló.hu, rövid O betűvel a végén, tehát optokapcsoló.hu. Ott egy érdekes félvezető működéssel foglalkozok. A másik weboldal az a egyiptomi jedenergy.com, az egyiptomi kultúrával foglalkozik, és a Moraival és a Teslával, hogy ők milyen energiakonvertert építettek. De még zárszóként annyit hadd mondjak el, hogy nem csak ők ketten építettek ilyen energiakonvertert. Volt még egy jó pár, egy tucat szám olyan tudós, akik nagyon rövid időn belül az energiakonverteren túl jutottak, mert például az egyik tudóst azonnal bevitte a akkori ottani rendőrség, annak az államnak a rendőrsége, és számon kérték, honnan jön az energia. Hát mondta, hogy ő nem tudja, hogy honnan jön az energia. Egy másik tudós, mikor publikált ezt a dolgot, azonnal eltűnt örökre. Tehát vannak ilyen tudósok, akik valamilyen módon publikáltak már energiakonvertert, nem csak Tesla és nem csak Thomas Henry Moray, úgyhogy nagyon szívesen rendelkezésre állok, ha úgy gondoljátok, hogy érdekes ez a téma. Köszönöm. Köszönöm én is a meghívást.